Jó reggelt, sziasztok. Még van a Dolmár PS420 C. Tegnap csináltam egy gyors videót. Hát amit akartam, a felét kihagytam belőle. Úgyhogy elnézést kérek, csak már siettem, mert egész nap főnökömnek szüreteltünk. Csak annyit voltam, hogy elugrottam megvenni magamnak ezt a gépet, meg a sógomnak. És aki kérdezné, hogy miért ez, nem ezt szerettem volna. Én szerettem volna egy 660-ast, vagy egy 360-ast, stílt, vagy Husqvarnából, aki ismer, azt tudja, hogy egy gép tetszik nekem, a 372-es. Én azt szerettem volna, csak annyira lerugottak vannak itt nálunk, hogy felejtősek, hogy most megvett 3-400 euróért, és minimum 300-at biztos, hogy bele kell költeni, akkor már ott vagy, hogy 700 euró legjobb esetben, és akkor ilyen 780-800-ért megveszem már egy tiszta új 362-est. Hát én így gondolkozok, akkor inkább hagytam neki békét. Mert van egy feliratkozóm, a Csaba, innet tőlem vagy 30 kilométerre. Nem mondom a másik nevét, és ő kérdezte, tudok egy 660-ast még augusztusba. Csaba, itt hagyd neki békét, itt a környéken, felejtsd el azokat a gépeket. Tudom, hogy Csehországba dolgozol, ha ott tanálsz, jót, jó állapotba, inkább vedd meg ott, mert itt lerugott szarok vannak. Olyan, amivel nem érdemes foglalkozni. Úgyhogy azért vettem ezt. Igen, szívem csücske, mai napig is mindig is a stíl lesz. Vettem volna nagyobb dolmát, mert van a 6100-as, 699 euró, de akkor hozzáteszek 80-100 eurót, akkor már inkább veszek egy 362-es stílt. És ezt csak azért vettem, hogy ez visszahozza az árát, meg kikeresse egy nagy stíl gép árát. Ez egy ilyen kis lomolós fűrész lesz, maszekolós fűrész, semmi más. Semmi más tervem nincs ezzel a géppel. Meg hogy miért ez, hát nem is az, hogy az ára, hogy 349 euró, mert annyit nálunk ez a fűrész, hanem annyi dicséretet kap ez a, nem ez, hanem a Dolmár. Meg tényleg, hogy utána olvasok, hogy sok helyütt, hogy jobb, mint a stíl. Meg megeszi a stílt, hogy gyorsabban pörög. Nem, szóval egy kategóriás gépek. Hát akkor én most tényleg, hogy ez azért van, hogy most akkor ezt letesztelem, hogy mik az igazak. Mert már volt egy pár stílgéppel dolgom. Tegnap annyira kapkodtam, hogy sok mindent nem mutattam, mennyi szerszám jár hozzá. Ezt a csavarhúzót is, hogy minek adják, amikor benne a blomba, a karburátorban, ott állítottak nekem rajta. Már eszembe jutott a szervizesnek a neve Arnold, ő állított rajta, be volt gyújtva, ő indította el, ő üzemelte be a gépet, mert kérdezték, hogy beüzemeljék-e, mert ott vettem a stílbe eztet. Nem mondom, ez nem stíl, felőlem üzemeljétek. És ott voltam, annyira torpant ez a gép, meg fulladt hirtelen gázadásra. Ott volt a kereskedésnek a tulaja is. És mondtam, hogy állítsál rajta, kérlek, vagy akkor az, hogy ők, én kiszedem a plombát, a karburátorból, azt állítok én magamnak, hiába garanciális a gép. És ezzel a speciális állító csavarhúzóval állítottak is ott nekem rajta. A sógromé, a 32-es, azon nem lehetett. Az is torpan, de az leszabályozza magát. Na, akkor nézzük rendesen ezt a gépet. Még azt elfelejtettem mondani. A 32-es is, ez is állíthatós olajzású gép. Lehet látni.
Amúgy utána néztem, ez itten csak egy fémlap, ez műanyag, ez fém, ez műanyag, ez csak rá van csavarozva a gépre, az egész gép rugókon van, nem gumibakkokon. Akkor szedjük le, nézzük meg, mert hiába dol már, de vannak rajta olyan dolgok ezen a gépen, akármilyen dol már, hogy nem stíl, amit elvégzek rajta, amit gondolom, hogy nem eresztettek el, úgyhogy leveszem róla a kuplungharangot, és a tűgörgőt átzsírzom, mert gondolom nincs eleresztve zsírra, hát a régi fajta anyák, nem elhagyás biztos, de hát nem is zavar. Meg hát mondom, ezt egyetlen egy gépet szereltem, jó pár év, vagy 10 év, egy 6400-ast. Úgyhogy így néz ki, lehet látni. Amúgy ez műanyag, az egész. Három 25-ös csillagkerek. Hát majdnem az a megoldás, mint a Stihlet-nek. Most megállítok benneteket, lekapom a kuplungharangot. Le is kaptam. Hát ez nem úgy van, mint a Stihlet, a tűgörgő kosár, az bele van préselve ebbe, harangba. Ilyen a kuplungja. Akit érdekel, aki még nem látott ilyent. Ezt én tettem le, ezt a jelölést, mert nem olyan, mint a Stihl, hogy mégis hogy vettem le. Voltam itt egy jó kék hőálló zsírral. Akkor visszatérjük a kuplungharangot. Így összefut a jel. Fel van helyezve, meg van pakolva. Mondjuk a gépnek a többi része az minden műanyag, csak a házfém. Több minden műanyag, sokan mondják, hogy profi, nem profi fiúk. Utána néztem, ez csak farmer, semmi. Ez a profitól nagyon messze áll, ez a gép. Utána olvastam, én minden gépnek utána olvasok. És ahogy mondták, hogy ilyen fa iskolába, csemete iskolába ápolásra, gajazásra való ez a gép. Napi 5-6 órát, amit ajánlanak munkát, és a 3.25-ös vezető 38 centis, és aki fa, tűzifa vágásra szeretné használni, max 25 centis átmérőjű fáj aprítására ajánlják ezt a gépet. A levegőszűrője az ilyen, gondolom szétpattinthatós. Meglássuk, mennyire jó hatásfoka. Warbrow. Nem Warbrow, hazudok. A kicsin van Warbrow, elnézést. A kicsin azon Warbrow van, de ezen, ha látszik, hogy álljak, hogy látszódjon, de én látom, hogy ott lent az van írva, hogy Zama. Úgyhogy nem Warbrow karburátoros. Az első videómban hazudtam, elnézést, mert a kicsin azon Warbrow van, de ezen nem, ezen Zama karburátor van.
Úgyhogy elnézést mindenkitől. Nyugodtan meg lehet vádolni, hogy hazudtam. Várjatok. Na, hoztam a villanylámpát. És ott van zama. Ez nincs átállítva. Tél van, azt átállítsuk. Téli, nyári üzemmódot. Ugye október van. És azon csodálkozok, hogy néztem pár videót, hogy megy ez bele. A géphez kellene adni másik levegőszűrőt is, de ehhez nem járt másik fajta levegőszűrő. Még kell tanulmányoznom ezt a gépet. Nem olyan, mint a stíl, hogy pitpak, hogy már kis ujjomban vannak a gépek. Na most rápakolom a dolgokat, és akkor máma bejáratom, kimegy ebből is, meg a sógoroméból is két tartállyal, és akkor mennek a mély vízbe. Ja, biztos lesznek olyanok, hogy miért piros olaj? Hát azért a stíleket nem szoktam hagyni beindítani a kereskedőnek, azokat én tankolom fel, és minden új gépet, amit hozok, azokat zöld olajjal használom. De én úgy vagyok vele, amit be már egyszer nekem beletették a piros olajat, én onnantól nem váltok. Az a gép azzal megy. Amíg nálam van, vagy amíg megdöglik, az addig azzal fog menni. És ezeket az olajokat, a zöld HP olajt, ha jól tudom, 2012 vagy 2013-ban fejlesztették ki a két mixes motorokhoz. Szóval a két mixes motoroknak ajánlják, de vannak erdész barátaim, az 500-i 462 két éve piros olajjal mennek, és azon röhög, hogy egyszer nem döglöttek meg neki, és piros olajjal használják. Úgyhogy beletették, látszik, piros olaj, az van benne, úgyhogy ez azzal is fog menni. Hogy most dolmárolaj, vagy stilolaj, vagy amit a kedves Balázs ajánlott az Oleomattól, kipróbálom, veszek, és akkor meglássuk. De ez, hogy ők ott tegnap rögtön beletették nekem eztet, és stíl szerviz, dolmár szerviz, egyenlő makitával, ott bele volt nekem téve, ahol vásároltam, úgyhogy ezzel fog menni. Nem fogom egy 40-esbe, mert mondták, hogy semmi olyasmi, elég az 1.50-es, tessék, itt van 5 literbe keverve 1.50-be. Ja, a benzin az 99-es, úgyhogy akkor essünk neki. Ja, kotyog mind a két gép. Ja, stíles vagyok, de mondtam, akármilyen szar gépek, akármilyen kínai, vagy más márka legyen, azért egy rongyot aláljuk, teszek, hogy ne verődjön a tartály, tankalja. Na, itt egy más, egy meglátás. Ezek a gépek is táncolnak, nem csak a stíl, lehet látni. A kicsi az jobban pattog, mint a 42 centis. És a kicsiben még hallom, hogy verődik a kuplunkharang is. És vadonat új gépek. Úgyhogy első meglátás, ezek sincsenek annyira kiegyensúlyozva. Mert mindig, hogy a stílben benne van a bugi, ezekben is, fiú, ezekben is benne. És most itt kipötyögnek két tartálya, ezek régi, vagy új gépek, de régi fejlesztésű. Két tartálya kipötyögnek és mennek a... Ez nem, ez a sógromi, hogy mit csinál vele, nem érdekel, de ő...
Szerintem máma vágok bele egy pár karikát, hogy beutassam, és utána megy a mély vízbe. Legyen szép napotok, sziasztok!